az emberek szeretnek mozogni, és mindenre vevők, ami mozgás, móka és kacagás. Olyan dolgokat próbálhatnak ki, amit esetleg még csak a tévé előtt láttak. Azért tartom jónak ezt a fesztivált, mert összekovácsolja az embereket, friss levegőn vagyunk, jó környezetben, és hát nyilván mozgunk, sportolunk. Ez a 6. alkalom, hogy megrendezésre kerül a Tavi Napok Családi Szabadidő és Sportfesztivál. Az ötlet megszületésénél én magam is jelen voltam. Szerettünk volna egy olyan sportfesztivált létrehozni, ahol mindenki kipróbálhatja magát 0-tól 99 éves korig nagyon sok sportágban. Elhoztuk ide a csodálatos kis Tiszató mellé ugye a buborékfocit. Nem a cselezésen van a hangsúly, de inkább az egymásnak a kiütésén. Ugyanis itt, amikor be akarjuk rúgni a labdát a kapuba, akkor érdemes inkább a kapust kilökni. Nagyon tetszik. Most próbáltam ki ugye először ezt a buborékfacit, nagyon jó élmény volt. Ja, vicces volt, mikor elestek a többiek, vagy éppenséggel én. Ugye, hogy esünk, az nem fáj, meg szórakoztató volt. A sport nagyon fontos szerepet játszik az életemben. A legfontosabb sport számomra, amit űzök is versenyszerűen, ez a pötank. Én nagyon örülök neki, hogy itt Tiszafüreden felkarolják ezeket a rendezvényeket, mivel nem csak a pötankot, de több más sportágat is népszerűsít. Mi igazából egy elég mozgalmas kis család vagyunk, ugye a gyerekeimmel és a férjemmel együtt, mi kajakozunk is, szappozunk, úgyhogy igen, kipróbáltuk itt ezt a kis bubi játékot is, úgyhogy igyekszünk igen bevonni mi is a gyerekeket is, meg magunk, amit még nem ismerünk, kipróbáljuk, persze nyitottak vagyunk. Van, amikor egyes sportág előtt nagy a csoportosulás. Kánikulai napokon nyilván a vízpart az, ami mindent visz. Baráti körömmel érkeztem, próbáltuk a vízisportokat, szapoztunk, kenúztunk. Én segítek az embereknek esetleg kormányozni a kenukat, vagy beülni a hajóba, mentőmellényt adunk nekik. Segítünk elmondani nekik, hogy mit, hogy kell csinálni. Mikor meglátom a gyerekeket, mindig látom, hogy felcsillan a szemük, hogy beülhetnek az, mondjuk egy kenuba. Szeretik látni, hogy például a Tavi Rózsákhoz oda mentünk, és akkor azt is közelebbről láthatták. A mai napon egy egészségnapot is szerveztünk a Tavi Napok keretein belül, ahol szakképzett orvosok és egészségügyi dolgozók különböző szűrővizsgálatokat végeznek el, tanácsot adnak, tornát tartanak, teljes átvizsgáláson eshetnek át azok, akik ma eljöttek hozzánk. Így azok is elmennek mozogni, akik csak koleszterin szintmérésre érkeztek hozzánk, esetleg kedvet kaphat bizonyos sportoknak a kipróbálására, esetleg ugye kedvencévé is válhat, illetve aki csak a sportnapra érkezett, és esetleg kedve támad egy vérnyomás mérésre, akkor erre is lehetőség nyílik.